Szia, szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Itt vagyok benne a Lukasz szobájában, hogy látjátok. Azért vagyok itt, mert itt voltak az előbb, vissza is jöttek, itt a Lukasz. Szervusz, hol vagy? Mit csinálsz? Hol a Davis? Itt jön a Davis. Szervusz, hol vagy? Rohangálunk, játszunk. Ami nem más csináltunk, arra lerakok ide titeket, addig. A kérdés a következő hozzátok. Ki tudja ezt csinálni? Ütegeted a fejedet, ugye Lukasz? Ütegeted a fejedet, meg közben sivatod a hasadat. Látod? Ezt ütöd a fejedet, sivatod a hasadat. Amúgy hiszed vagy nem, de elsőre nehéz, nem Lukasz? Elsőre nehéz volt, amint rájössz, hogy hogyan kell csinálni. Nem volt, hogy nem olyan nehéz. Amint rájössz, hogy hogyan kell ütögetni a fejedet, meg simogatni a hasadat, utána már nem olyan nehéz, csak elsőre volt nehéz. Na mindegy, ezt játszunk, gyakoroltuk, játszottunk, nem tudom. Na ugye, amúgy ezek kint futkoznak, meg játszanak, és még mivel csinálunk akármit. Ugyanis a mai videóban nem más, mint csinálni, meg fogunk kóstolni egy pár ilyen cukorkát, amit Németországból kaptunk. Egy pár nappal ezelőtt, és gondoltam, hogy a következendő pár napba, vagy ebbe a hétbe, minden nap megkóstolunk egyet vagy kettőt. De, még mielőtt ezt megtesszük, valakit meg szeretnék említeni, nem más, mint Jobbágy Zsófiát. Remélem, hogy jól mondtam a nevedet, azért szeretném őt megemlíteni, képzeld el, mert tegnap előtt kaptam egy kommentet az utolsó videó alá, és azt mondta, hogy ő az egyik barátomnak a testvérének a lánya. Remélem, hogy jól mondtam. A barátomnak a testvérének a lánya, aki kb. Olyan 10 éves körül lehet. Egész pontosan nem tudom, ugyanis abban az időben, ugye amikor Magyarországon laktunk, középiskolába jártam, akkor találkoztam ezzel a barátommal, és ugye nagyon jó barátok lettünk. Amikor elköltöztünk, akkor a testvérének kettő kisgyereke volt, akik most már valószínűleg felnőttek, és ő velem még nem találkoztam. A Zsófiával. Csak érdekes, hogy kik nézik ugye a videóimat, olyan emberek, akik nem is gondolnék. Gondoltam volna, hogy a kérdésem hozzátok a következő. Ma több ilyen kérdésem van hozzátok. Ki olyan nézi még a videókat, aki annak idején ismert? Vagy ismer valaki olyat, aki engem ismer? Vagy ismert? Ide a videó alá írjátok meg, ugyanis sose gondoltam volna, hogy az egyik legjobb barátomnak, a testvérének a legfiatalabb lánya, kislánya nézi a videókat, én meglepődtem. Visszajöttem a szobába, leesett a posztra, azt mondta, hogy azt látod, hogy lehagyott. Ugye azt fel kell rakni, aztán megyünk kóstolni, várja, felállok erre a pörgős székre, látod? Te, csinálj, hogy leessek. Amúgy a barátaimmal... Most már nem olyan sűrűn szoktam beszélni azokkal, akik Magyarországon laknak, körülbelül évente, hogyha egyszer vagy maximum kétszer ugye írunk egymásnak e-mailt. Annak idején, mikor kijöttünk, akkor rendszeresen szoktunk e-mailt írni egymásnak, de ugye én is megházasodtam, lettek gyerekek, ők is vagy lettek gyerekeik, vagy más csinálnak, dolgoznak, én is dolgozok. Ugye annak idején csak iskolába jártunk, és több időnk volt, meg ide ugye kiköltöztünk, akkor is még nagyon fiatal voltam. Most sem vagyok öreg. De akkor többet beszéltünk, mint mostanában. Mindegy, elég a barátokról, most nem más csinálunk, mint kóstolunk. Ugyanis én rettentően meg szeretném kóstolni. Mióta megkaptuk, azóta hiszed vagy nem, de nem kóstoltam semmit sem meg. Ugyanis videóban szerettem volna ezt megcsinálni. Nem más fogjuk csinálni, mind a hárman húzunk egyet. Nem, Lukasz? Mit szólsz hozzá? Mind a hárman húzunk egyet, te is, a Davis is, meg én is. Hova mész? Kész csokit? Davis, kész csokit? You want some chocolate? Chocolate! Huhuhu! Hozom a csomagot. Hol kóstolunk? Azt hiszem, hogy elmegyünk hátra. Nem, bejövünk. Yes! Chocolate! Come! Turkál! Azt akarod? A karamellásat? Lukasz, te melyiket akarod? Válassz egyet. Hol van az a biciklis? A biciklis. Találtam. Én a krétásat, te a biciklisset. A Davis meg ezt a csokissat. Rendben van. No. Help! Erre a többit addig ide visszatesszük, aztán nyitjuk. Gövök, segítek. Oda, csücs! Várja, váltjuk a kamerát, ráálltjuk a Davisre, és ezt akarja a Davis megkóstolni. Chocolate! Oda nézzél, látod, ilyenben van benn. Kamera. Én is ezeket? Te is kész egyet? Ja. Ilyen a csoki. Tessék, itt a csoki. Csoki.
Csoklét. Na milyen? Te is eszel egyet. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Az dark chocolate. Milyen, ízlik? Ja, jó, de dark chocolate. Na várjál, én is eszek egyet. You like it? Ja. Nyam. Mm. Jó. Mm. Nagyon jó. Mmm. Tudom. Ja. Ó, te, maszat marci. Kavics marci. Nem olyan rossz, nem Lukasz? Nem. Most van én. A Davisnek azt hiszem, hogy nagyon ízlik. Hm? You like it? Like it. Like it. Azt mondja, szereti. Azt is megeszed, az előbb kiköpted. Úgyhogy, menjünk tovább. Lukasz, gyere megkóstoljuk a tiédet is. Várunk. Várunk, a Lukasz elment vizér. Na, mindenki elment vizér. Davis, itt áll, gyere, üljél le. Köszönöm. Úgyhogy, mit kérsz? Én öntöttem ezt neked. Nagyon szépen köszönöm. Itt a Davisnek a... Nem a fogpiszkálója. Csoklét! Csoklét! A fogkeféje! Na, most ezt fogjuk megkóstolni. Ez nasty! Ott, ide. Mondjuk! Ez a horribós! Az illata nem a legjobb, Lukasz, te kezded! Várjál, vegyed le, várjál, vegyed le! Ilyen nyúlós. Ez licoris, gondolom. Tessék. Na milyen? Pöööö. Nem. No. I like it. No, you don't like it? Azt mondja a Davis, hogy nem ízlik neki. Csoklét. Csoklét? Oké. Licoris. Ha nem a legjobb. Miért gondolod? Miért gondolod, iszek víz mostan? Na mondjuk az enyémet, ez talán jobb lesz. Ez a likris, ez nem üzletelik senkinek. Jó, ez a legrosszabb. Te tudod, hogyan mondtad, hogy Buffett Russell-ra eszed? Ja, ez a kréta. Én felnéztem a Google-on Buffett Russell-nek. Nézzük. Te induló. Ez először te. Várjál, ez kemény cukor. Na milyen? Nagyon kemény. Ham. Lick it. Na milyen? Nem jó. Rossz! Nem jó. Kemény. Van it? A Davisnek ízlik. Próbálom szagolni. Indul nagyon jó, de mikor te majdnem lenyalod, nagyon rossz. Azt mondja Lukasz, hogy jól kezdődik, hogy elkezded nyalogatni, csak utána a végén, mikor lenyalsz róla mindent, nem jó. A belső akkor nem jó, nem? Ja. Ja. A Davisnek ízlik. Hogyan? Na várj, én is megkóstolom. Nem csináljuk. Nem akarom neki odaadni, mert ugye kemény cukor. Ez olyan rágós. Te az az ujja, nyúszi az ujja. Mo? Érdekes. Nem mondanám, hogy a legjobb. Jobb, mint a likris. Várjál, adok másikat. Ez ilyen mentolos inkább. Nem adunk egy másik nekem. No, visszajöttem. Visszahoztam ezt a karamellását. Mind a karamba, az az 1 millió. Na, ugye a legközelebbi videóba meg valami másunk megpróbálni. Mit szólsz hozzá? Oké. Okay. Oké. Okay. Úgyhogy most nem csinálunk nyalunk, mindezt megesszük. Legalábbis nem mindet. Én ebből többet nem kérek. Ti még egyet esztek. Aztán iszunk rá egyet. Túl sok csokit nem szabad enni, ugye, mert nem tesz jót a fogaidnak. Én már ittem nagyon sok víz. Davisnek ez a csoki rettentően ízlik. Te, miért van a lábad az asztalon? Úgy. Ahogy még egyszer meg szeretném köszönni és említeni nem más, mint a Sanyi vlogját, a vlogja Sanyit ugyanis ugye ő küldte nekünk nem más, mint Németországból. Nagyon szépen köszönjük. Hogyha még nem iratkoztatok fel, vagy nem láttátok a csatornáját, akkor megtehetitek itt a videó alatt a linket, meg fogom még egyszer osztani. És ami jelenleg Horvátországban nyaralt, vagy nyaraltak, és azokat a videókat töltötte fel, mert egy pár videót megnéztem, nagyon szép helyen jártak, komolyan mondom. Csinált egy pár ilyen drónos felvételt, ugye, Horvátországról ott a tengerpart részén, és rettentő szép hely volt. Ilyen sziklás, én szeretem az ilyen sziklás helyeket. Mit adsz a kezembe? Közben itt van Lukasz, nyomja a kezembe a vizet. Iszunk vizet. Tessék, itt a zseblámpa. Kell? No. No. Yes. Oh, nyuszi.
nehéz a Davis Nyuszi. Amúgy, képzeld el, ugye múltkor mondtam, hogy eladtam a csónakjaimat, és... Várjál, leraklak, mert nagyon nehéz vagy. Jump. Ugrálunk. Ups, ott nem ugrálunk. Eladtam ugye a csónakjaimat, eladtam. Ami volt a garázshoz a két csónak, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, de eladtam. Jöttek, elvitték, és az nincs meg. Ez a másik csónak, mutatom, ez még mindig megvan. Látjátok? Ott áll kint. Ugyanis nem jöttek el érte. Azt mondta az illető, meggondolta magát, ugyanis a hátulján van egy ilyen fém darab, ugye meg lehet erősítve a hátulja, hogy ilyen nagyobb motort is rá lehessen rakni, és azt mondta, hogy ez a fém darab nem tetszik neki, jobb lett volna, hogyha az egészet ugye bevonjuk ezzel a fiberglasszal, mert úgy jobb lett volna, és akkor megvette volna. Na mindegy! A lényeg az, hogy nem vette meg, szerintem ez csak kifogás volt, úgyhogy jelenleg még mindig árulom, de lehet, hogy holnap, vagy jövő héten nézek egy másik csónakot. Ez olyan csónak lesz, amin lehet, hogy nem kell dolgozni, ugyanis most egy olyan csónakot keresek, ami készen van. Tehát rárakok a vízre, benyomjuk és megyünk. Hát, ugye az egész családa ugye beleférjünk. Ugyanis jövő héttől képzeld el, azt mondják, hogy itt lesz a meleg idő. Ugye már most sincs hideg, de jövő héttől még melegebb lesz, aztán még melegebb. És abban a nagy melegben ugye már nem akarok nagyon sokat dolgozni a csónakokon, hanem csak egy olyat akarok, amit oda lerakok ugye a vízre, betoljuk, és az egész család ugye majd rá tud menni. Úgyhogy jelenleg valami ilyesmiféle fajtát keresek, megfelelő árba, méretbe, ugye mindenbe. Tehát nem akarok olyan túl-túl nagyot, valami könnyebbet, amit ugye egyedül be fogja tolni a vízbe. Mit csinálunk? Úgyhogy jelenleg azokat nézegetem. Te, el fogunk szédülni, mint a fene. Vaj, már el is szédültem, te! Ouch! Aj, te, elszédültünk. Mit csinálsz? Mit csinálunk? Spin. Spin. És aztán jól elszédültünk, mi te? Várjál már egy picit. Pörgünk. Te, jó dolog volt régen, amikor gyerek voltam. Én is nagyon szerettem pörögni, főleg a pörgőszékkel. Jaj, mindjárt pörgünk, várjál már! De nézd a kamerát, tartod meg téged is egyszerre, te! Szerintem rakjuk le ide a kamerát, mit szólsz hozzá? Nézd, üres a garázs, látod, itt volt a csónak, és most legalább rendesen be tudunk állni az autóval, bár eddig is be tudtunk állni. Mert bejövünk, és van ilyen ott az ablak, látod, tehát ki tudjuk nyitani rendesen, mert van alatt ilyen bablak, rendesen ki tudjuk nyitani az ajtót. És ez jóval nagyobb ez a garázs, mint a régi garázsunk, ami volt, nem tudom, ki emlékszik-e rá, vagy ki nem. A bicikli még mindig megvan, azóta el akarták cserélni megint sok mindenre, de mindig olyanokat ajánlanak, ami, nem tudom, biciklit ajánlottak megint érte. Biciklire nagyon nem akarok cserélni, bár azt mondták, hogy ez nagyon drága ez a bicikli, egy nagyon jó bicikli. Mondtam, hogy küldje róla fényképet, aztán előbb megnézem legalább. Azóta én mindig várok a fényképre. Nem tudjuk el. Na minden. Jelenleg nem más csinálunk amúgy, mint tartunk a bankba, a bank után pedig beugrunk a szüleimhez, és én vagyok itt, meg a Lucas van itt. Mondtad megint, hogy hello, hát már találkoztam veled. De akárhányszor átfordítom a kamerát, mindig azt mondod, hogy hello. Én nem tudom. Más mondani, hogy valód nincsen. Nem. Na menjünk, ugyanis igaziból kipörögtük magunkat, és majdnem bezár a bank. Úgyhogy menjünk. És visszaérkeztünk, már nem a garázs vagyunk, hanem itt vagyunk a parkolóval, látod? Itt van a Lucas is megint. Látod, nehéz volt, a 2 másodperce nem volt, mikor megint mondtad, hogy hello. Nekünk eltelt körülbelül fél óra, de nekik egy vágás volt. Jaj, te Lucas. Na mindegy, aztán mit mondtam nektek az előbb? Ugye mutattam a kék csónakot, és mondtam, hogy nem, nincs eladva, mert az illető nem vette meg, mert ezért meg azért. Képzeld el, még elmentem a bankba, hívtak, és eladtam a kék csónakot. Holnap jönnek felvenni a 11 és dél között valamikor. Úgyhogy elviszik azt is. Ugye a videókon úgy néz ki, hogy ugye vesszük a csónakot meg, eladjuk a csónakot, és annyi pénzbe kerül ez. Itt a Gold Coaston, hiszed vagy nem, de majdnem minden embernek van hajója, csónakja, kajakja, valamilyen vízi járműve. Ugye mivel itt lakunk a
a vizen, nem csak ugye mi, mert mi a vízen lakunk, de itt van a víz a közelben. Tehát mindegy, hogy hol laksz, körülbelül ilyen 10, maximum 15 percen belül víz közelébe tudsz lenni, nem is kell 15 perc. És nálunk a csónak olyan, mint mondjuk Magyarországon a bicikli. Biztos, hogy mindenkinek van, ha nincs is, de valaki már volt, tehát vagy van, vagy volt, de előbb-utóbb mindenkinek lesz. Olyan, mint a bicikli Magyarországon. Vagy volt, vagy van, vagy lesz, de értitek, hogy mit mondok? Tehát tudom, hogy Magyarországon senki nem akar ugye motorcsónakot venni, vagy semmiféle fajta csónakot, ha csak nem ugye víz mellett lakik, vagy közelbe, de itt a Gold Coaston, nem egész Ausztráliában, de főleg itt a Gold Coaston, vagy Sydneybe, vagy akárhol ugye, hogyha víz közelébe laksz, van mindenkinek csónakja. De mondtam, olyan, mint a bicikli. Csak ez a vízen megy. Meg nincs kereke. Meg beszélek meg hülyeségeket. Na menjünk! Holnap már csak azt kell kitalálni, hogy hogyan fogjuk elvontatni a legközelebbi rampához, ugye ilyen csónak rampához. És a legközelebbi rampa 15 perc, 10-15 percre van mi tőlünk a vízen. És ugye nincsen rajta motor, ott van amúgy szemben. Látjátok azokat a házakat ott? Ott az a... Látod, Lukasz? Ott van az a csónak rampa, ugye le lehet rakni a vízre, meg fel lehet venni a vízről. És látjátok itt is, csónak, hajó, mindenhol. Ott is egy, látod? Még az utcán is állnak. Mondta, olyan nálunk a csónak, itt is egy. Hogyha jobban megnézed, és tényleg arra koncentrálsz, 10 méterenként látsz egy csónakot, vagy hajót, vagy valami vízi járművet. Na mindegy, tehát valahogy el kell ugye vinni a rampához, hogy ki tudjuk venni a vízből, ugye nincs rajta motor, és az illető nem fog motort hozni magával. Úgyhogy valószínűleg a jetskivel fogom elhúzni. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni, rákötök egy kötelet. A jetski ugye el fogja tudni húzni, nem attól félek, hanem a kanyaroknál félek, ugyanis van egy pár ilyen szűkös hely ott a vízen, de majd próbálok lassan menni, vagy valakit beültetek a csónakba. Lehet, hogy apukámat beültetem, vagy lehet, hogy ki kéne vele elvezni. Na minden, majd valahogy megoldjuk. Lehet, hogy majd lefilmezem, hogyha tudom. Már egyszerre húzatni, meg filmezni, meg vigyázni, lehet, hogy nehéz lesz, de majd meglátjuk. Itt van a csónak rampa, látod? Itt pont szembe. Ott lent, és itt szoktunk kimenni a vízre, itt a híd alatt. Tehát ez a legközelebbi, ahol lét ki lehet húzni. Legalábbis én, ha jól tudom, ha jól emlékszem. Lehet, hogy azonnak megnézem a térképen a biztonság kedvéért. Úgyhogy holnap valószínűleg kijövünk egyet a vízre. Mit gondolsz, Lukasz? Ja, te még nem, mert képzeld el, a Lukasz megint megnáthásodott a múltkor, és még mindig náthás vagy? Nem. Nem? Na minden, ma meglátjuk, hogyha jó idő lesz, holnapra nem mondja azt a nagyon nagy meleget, már jövő héttől mondja. Lehet, hogy csak én viszem ki egyet a jetskit, de majd meglátjuk. Na minden, lassan amúgy ideérünk a szüleimhez. Nézd, mindjárt lelépnek a járdáról. Elmondottak horgászni. Majd amúgy mi is egyszer elmegyünk horgászni, hogyha lesz horgászbotunk. Megérkeztünk, leparkoltam ide a szüleimhez, belesült a szemembe a nap, látod? Na, talán így jobb lesz. Leparkoltam ide az utcára. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis most fel fogunk menni, és ott fogunk lenni egy darabig. Szervusz! Ja, hello! Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Hello! Hello, szia, szevasz! Sziasztok! Gyere, menjünk!